A tömbök után ennek a videónak a témája a JavaScript objektumok. Ideje bevezetnünk a JavaScript objektumokat az alapoktól kezdve. Az object típus egy adatstruktúra, amelyben kulcsok és értékek szerepelnek. A kulcsok típus a string vagy szimból lehet, itt most csak a string kulcsokat fogjuk nézni, szimbólumokkal majd máskor fogunk foglalkozni, ez egy haladóbb téma lesz. A JavaScript objektum egy olyan gép, amely egy kulcsot vár és egy értéket ad vissza. Mondhatnánk, hogy a tömbök is ilyenek, mert ott nullától kezdve számozott kulcsokkal címezzük meg a tartalmat, de itt most szöveges kulcsokról lesz szó, és nincs ezeknek a kulcsoknak sorrendje. A JavaScript objektum egyik neve asszociatív tömb. Az asszociatív az annyit jelent, hogy tartalommal címezhető. Ez a név bonyolultnak tűnik, de valójában csak annyiról van szó, hogy egy szöveget adunk a kulcsnak, és visszakapunk egy értéket, ami tetszőleges lehet. Az asszociatív tömb olyan, mint az emberi memória, ahhoz, hogy egy emléket előhívjunk, egy asszociációra, azaz egy fogasra van szükségünk. Ez a kulcs, tehát az asszociatív memória tartalommal címezhető. Nézzünk egy egyszerű példát, itt most kapcsolzárójeleket használunk, ugye emlékezzünk, hogy a tömbökben szögletes zárójelet használtunk, itt most kapcsolzárójeleket. Legyen ennek az objektumnak a kapacitása 300 ezer, mértékegységek pedig liter. Ezt a litert most szövegfüzérként, azaz stringként adjuk meg. Ha többet szeretnél tudni a stringekről, akkor nézd meg a stringekről szóló videóinkat. Ha a console.table-lel kiírjuk az objektumnak a tartalmát, láthatjuk, hogy van kapacitása és mértékegysége, ezek a kulcsok, az értékek pedig 300 ezer, illetve liter. Megváltoztathatjuk az objektumoknak az értékét, ha az objektum után egy pontot teszünk, és utána az egyik kulcsot vesszük ki, és például egy a 300 ezeres tartalmat 30 ezerre meg tudjuk változtatni. Nézzük is meg, hogy mi történik akkor a console.table-el újra kérjük az objektumot, láthatjuk, hogy a kapacitása megváltozott 30 ezerre. Nem csak meglévő elemeket tudunk az objektumban változtatni, felülírni, hanem új értékeket is hozzá tudunk adni, például, ha az objektumnak a tartalmát vízre állítjuk be, akkor egy új kulcsot és egy új értéket hozunk létre. Itt láthatjuk is, hogy a tartalom víz megjelent az objektum kulcsa és értékei között. Törölni a delete kulcs szóval tudunk, egyszerűen csak az objektumnak egy kulcsát kell betennünk a delete után, mint egy referenciát, és akkor kitörlődik az érték. Láthatjuk, hogy a tartalom már nincs az objektum mezői között. Most pedig hozzunk létre egy kulcsot, legyen ennek a kulcsnak a neve kapacitás. Korábban említettem, hogy az objektum kulcsai stringek, akkor nézzük meg, hogy ezt a kulcsot, amiben egy string van, hogyan tudjuk használni arra, hogy megcímezzük az objektumot. Hát az objektum után ponttal nem tudjuk a kulcsot írni, mert akkor a kulcs adattagot címeznénk meg, ehelyett szögletes zárójelbe kell tennünk a kulcsot, mint változót. Pont úgy, mint a tömböknél, ott is szögletes zárójellel hivatkozunk a tömb kulcsaira. Itt, ami a szögletes zárójelen belül van, az egy kifejezés, ezt a kifejezést kiértékeljük, stringé alakítjuk, és utána az értéket visszakapjuk. A kapacitást itt most átállítjuk 30 ezerről mit tudom énre, és miután ezt megtettük, láthatjuk, hogy az objektumon belül a kapacitás már nem 300 ezer, nem is 30 ezer, hanem az új érték. Megnézhetjük, hogy mi történik akkor, ha egy olyan kifejezésre hivatkozunk, ami nem szerepel kulcsként az objektumban. Például, ha megnézzünk egy tulajdonos mezőt, az objektumnak most nincs tulajdonosa, ezért ilyenkor, ha megcímezzük, undefined értéket kapunk. Tehát nem kell hibaüzenettel foglalkozni, a JavaScript csak egy undefined értéket ad vissza. Most pedig hozzunk létre egy újabb objektumot, ennek most a neve legyen tartalom. Ezen belül legyen egy megnevezés kulcs, ami víz lesz, stringekbe fogjuk írni hamarosan, de előtte létrehozom az összetevők kulcsot, és ez az összetevők kulcs pedig egy tömb lesz, amiben lesz hidrogén, méghozzá H2, tehát molekula, illetve egy oxigén. Tehát ez lesz a tartalom, és ezt be is tehetjük az objektumba,
mint tartalmat, mégpedig úgy, hogy a tartalom kulcssal címezzük meg, és az értéket pedig erre az objektumra fogjuk állítani. Megtehetjük azt is, hogy a tartalmat ponttal írjuk az objektum után, ugyanaz, mintha szögletes zárójeles jelölést használnánk. Na nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha beletesszük ezt a tartalmat az objektumba. Itt van egy tartalom objektum az objektumon belül, és ennek van egy összetevő listája, ami egy tömbben jött létre. Tehát az objektumnak van egy tartalma, annak van összetevői, itt láthatjuk, hogy a pontokat egymás után tudjuk írni, és ha például ki szeretnénk venni a vízből az oxigént, akkor az objektum.tartalom.összetevők.pop leemeli az oxigént a lista végéről, ezt ugye az előző tömbökről szóló videóban láthattuk. Tehát ennyi az objektumoknak az alapjai. Most láthatjuk, hogy itt már csak hidrogén maradt a vízben. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot a videóra, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el a csengőt megnyomni a feliratkozás gomb mellett, mert akkor a videóinkról tudsz értesülni, amint megjelennek. És ha szeretnél programozás karriert, akkor látogass el a weboldalunkra.